Tisztelt Országgyűlés! Napirendeleti felszállásra jelentkezett Novák előtt képviselő úr, Mi Hazánk képviselőcsoport aktuális közügyek címmel. Önnél a szó. Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés, tisztelt kormányzat! Itt az idő, hogy a választások után őszintén beszéljünk egy nemzetstratégiai sorskérdésről, tegyük hát félre a kormány propagandát, és mondjuk ki a fájó helyzetet, hadd kondítsa meg a vészharangot. Soha olyan kevés gyermek nem született Magyarországon, mint a tavalyi évben. És hogyha ez nem volna elég, ehhez a tavalyi mélyponthoz képest az idei első negyed évben további 10%-kal csökkent a KSH adatai szerint a Magyarországon született gyermekek száma. És ez nem csak nemzetstratégiai sorskérdés, hogy mondjuk kisebbségé válunk a saját hazánkban még ebben az évszázadban, de gazdasági kérdés is, hiszen nem hogy a nyugdíjrendszer, az egész társadalombiztosítás, az egész állam háztartás összeroppanása fenyeget, hogyha nem lesz egy demográfiai fordulat. Hiszen egyrészt az előregedő társadalom, aztán ott van a cigányság népesség robbanása, aztán az aktív, dolgozó, korú magyar emberek nyugatra vándorlása, akik aztán ott fizetnek adót, mindez azt eredményezi, hogy az egész költségvetés összeomolhat. Mindennél többet elmond egy kormány minősítéséről, társadalmi megítéléséről, hogy mennyien alapítanak családot, hogy mennyien vállalnak gyermeket, hogy mennyi gyermek születik. És azt látjuk, hogy a termékenységi ráta az amúgy is rendkívül alacsony, 1,51%-ról, egy év alatt mostanra 1,38%-ra csökkent. Hazánk legnagyobb problémája a demográfiai válság, amit a kormány nem mer kimondani sajnos, pedig az előbb említett súlyos gazdasági következményei is vannak. Itt az ideje akár demográfiai veszélyhelyzetet hirdetni. Na persze nem valamiféle rendkívüli jogrendként, hiszen láthatjuk, hogy önök több mint 4 éve ilyen különleges jogrendekben korlátozások között tartják az embereket, hol egészségügyi, hol háborús veszélyhelyzetet hirdetve, de hát ha valóban háborús veszélyhelyzet volna, akkor mit keresnek a katonáink a világ távoli részein, tisztelt kormány? De azt gondolom ideje kimondani, hogy demográfiai veszélyhelyzet valóban van, és az anyaság közérdek, minden gyermek közkincs, ezért itt van az ideje komolyabb programot is előhozni. Megtévesztő kormány propaganda, hogy hazánk sokat költ családtámogatásokra, ugyanis az Eurostat adatai szerint a GDP százalékában vizsgálva az EU 27 tagállamának kiadásait, messze átlag alatt költünk erre, csak a 20. Magyarország, vagy 20. volt néhány éve, azóta tovább romolhatott a helyzet, és ha egy friss kimutatást néznénk, amióta már mondjuk családügyi minisztérium sincs, és hát csak az idei évben is 50 milliárd forinttal csökkentette a kormány a családtámogatásokra szánt összegeket a tavalyi évhez képest, és akkor még nem beszéltünk az EU rekordnak számító magyar inflációról. Na, az valóban EU rekord. De családtámogatásokban valójában a kormány propagandával szemben sereghajtóak vagyunk. Nem csoda, hogy folyamatosan csökken a családtámogatási kedv, hiszen az önök egyik nagy vívmányát, amiért le a kalappal valóban, hogy 2011-ben bevezették a családi adókedvezményt, mondjuk 3 gyermekes esetében, hogy a legnagyobb vívmányukat mondjam, 99 ezer forint adókedvezmény járt, mára azonban ezt elinflálták, mára fele annyit sem ér, mint a 2011-es bevezetésekor. Matolcsi György jegybankelnök szerint is visszaesés indult 2016-ban, ezért egy demográfia 2.0 kormányprogramot szorgalmazott a tavaly itt nekem adott válaszában, azonban semmi sem történt. Ezért engedjék meg, hogy most kvázi én hirdessek egy demográfia 2.0 programot 10 pontban, bízva abban, hogy ezt a kormány is magáéva teszi. A Mi Hazánk mozgalom ugyanis 10 programpontot megfogalmazott a családtámogatások megerősítésére. A magyar családtámogatásokat a GDP százalékában az EU átlag szintjére kell emelni első lépésben és mihamarabb. A tisztességes gyermeknevelést elismerő nyugdíj kiegészítésként szülői életjáradék bevezetése indokolt, hogy a gyermek által befizetett adókból automatikusan támogassák a szüleiket. A gyermekneveléssel szükséges termékek áfájának radikális csökkentése is halaszthatatlan, miként államilag támogatott bérlakás építési, illetve vásárlási program. Az első gyermek születésének nagyságrendileg nagyobb támogatása a mielőbbi családalapítások érdekében, értve ez alatt természetesen a cigány kérdése is tekintettel a 20 és 30 év közötti ideális családalapítási időszakot. A felelős, főállású, hivatásos anyaság támogatásának kibővítése
is szükséges a jelenleg havi bruttó szégyenteljes 28.500 forint helyett. Ez persze szintén a cigánykérdés is szem előtt tartó garanciákkal kell a felelős gyermekvállalásra kibővíteni. Indokolt a családbarát felsőoktatás kialakítása, a kisgyermeknevelés mellett munkát vállalni kívánok számára a bölcsődei gondozási díj eltörlése, valamint demográfiai földprogram az ez iránt fogékony fiatal párok földhöz jutatása érdekében, és leginkább kiszámítható, legalább a nyugdíjakhoz hasonló infláció követő családtámogatási rendszer bevezetése. Köszönöm szépen. Képviselő. Tisztelt Országgyűlés, a kormány nevében Zsigó Róbert miniszterhelyettes úr kíván válaszolni önnél szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Képviselő úr, engedje meg, hogy néhány gondolatban és néhány tényt felsorolva válaszoljak arra, amit ön felvetett. Természetesen köszönjük, hogy aggódik a családokért. Mindennyiunknak a legfontosabb dolga az, hogy a családokat segítsük. Éppen ezért 2010 óta Magyarországon családbarát fordulat történt, és a legfontosabb célunk az, hogy támogassuk a családalapítást, a gyermeknevelést, a gyermekvállalást. Az a célunk, hogy minél több vágyott gyermek megszülethessen, és az a célunk, hogy a gyermek születés, a gyermeknevelés az minél kevésbé jelentse a szegénység vállalását. Mindjárt szeretnék cáfolni önnek egy hírt, mert hogy vagy egészen pontosan elmagyarázni, mert ön azt mondta, hogy az Eurostat adatai szerint Magyarországon a legkevesebb, vagy nincs az élmezőnyben a családtámogatások ügye. Az a helyzet most itt röviden, hogy ne menjek ebbe statisztikai adatokba bele, hogy ennek a legfőbb oka az, tisztelt képviselő úr, ezt ön legalább annyira tudja, hanem jobban, mint én, hogy az Eurostat adataiban nincsenek benne azok a családtámogatási eszközök, amelyek nem pénzt adnak a családoknak, hanem a családoknál hagynak egyébként támogatást. Gondolok itt például a családi adókedvezményre és a járulékkedvezményre, amelyet nem elveszünk a családoktól, hanem ott hagyunk náluk, és a családi adókedvezményt egyébként több mint 1 millió család tudja igényelni, de ezek az összegek, például ezek az összegek az Eurostat adataiban nincsenek benne. Ugye, tisztelt képviselő úr, legalább 30 olyan intézkedést hoztunk 2010 óta, amely megpróbálja a gyermekvállalást, a gyermeknevelést támogatni Magyarországon, és az a különlegessége, és ezt mindenki elismeri egyébként a Európában, sőt, amikor másokkal beszélünk, akkor az egész világon, az a különlegessége a magyar családtámogatási rendszer, és amikor családban lát országról beszélünk, akkor erről beszélünk, hogy egy egész életúton át megpróbálja támogatni a családokat, a gyermeknevelést. Kezdődik ez a támogatás a házasságkötésnél, az adókedvezménnyel. Nagyon sok támogatási forma van az otthonteremtésre. Most gondolhatok itt a Csokra, vagy most január óta bevezetett Csok pluszra, gondolhatok itt arra, hogy a falusi Csoknak az összegét most emeltük másfélszeresére, gondolhatok itt arra, hogy a babaváró támogatás és a babaváró kölcsön is nagyon sikeres, aminek az összegét szintén megemeltük az idei esztendőben, teszem hozzá akkor, amikor éppen háborús időket élünk, de hogy a házasságkötés, az otthonteremtés, akkor, amikor a gyerekeknek bölcsődébe, iskolába kell menni, amikor felsőoktatásban tanulnak, netán akkor, amikor a felsőoktatási tanulmányaik mellett gyermeket szeretnének már vállalni, mert hogy nagyon fontos, hogy időben tudják ezt, egészen odáig, ha az életút vége felé megyünk, hogy a nagyszülőknek is minden támogatást megadunk abban, hogyha szeretnének segíteni az unokájuk nevelésében, akkor azt megtehessék. Gondolhatok itt például a Nők 40 programra, vagy gondolhatok itt a nagyszülői GED bevezetésére. Emellett minden eszközünkkel megpróbáltuk segíteni 2010 óta azt, hogy a fiatal édesanyák, hogyha vissza akarnak menni a munkaerőpiacra és dolgozni szeretnének, akkor megkaphassák azt az összeget is, ami a gyermekgondozáshoz szükséges, és a fizetésüket is meg tudják kapni. És emellett pedig azt szerettük, hogy munkahelyeket teremtettünk, hogy azok az édesanyáknak legyen hova visszamenni, dolgozni, és egy nagyszabású bölcsőde fejlesztési programot is indítottunk. Ma 67.000-nél több bölcsődei férőhely áll rendelkezésre Magyarországon, mint 2010-ben volt, és az a helyzet, hogy csak egy év alatt 5.000 bölcsődei férőhelyet építettünk meg az elmúlt esztendőben, és ez azért fontos, hogy azok az édesanyák, akik visszamennek dolgozni, azok megfelelő, biztonságos, jó körülmények között tudhassák a gyermekeiket addig, amíg ők dolgoznak.
Még egyszer, és amit a demográfiáról mondott, tisztelt képviselő, ő is tudja, hogy a mai világban nehéz küzdelmet folytatunk, és az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökken azon nők száma, akik szülőkorúak. Tehát ebben a helyzetben kell eredményeket elérni az ügyben, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen. Mi nem akarjuk megmondani senkinek, hogy vállaljon egy gyereket és mennyi gyereket vállal, viszont az, aki gyermekeket vállal, az biztos lehet benne, hogy az élete minden szakaszában támogatáshoz jut, és ez nem változik most sem, hiszen most is a háborús időkben is megvédjük a családtámogatásokat, ahol tudjuk, bővítjük a családtámogatási rendszert, és megvédjük Magyarország, illetve a magyar családok békéjét és biztonságát. Köszönöm szépen a figyelmüket!